Ahogy a magyar kanizsa illetékesek is elmondták, a község partjait rendbe tették, újra csend és nyugalom honol. A migránsokat kitelepítették a magyar kanizsai vásártérre. Békés volt vasárnap magyar kanizsa központja. A helyiek már a Szent István napi ünnepség sorozatra készültek. A mögöttem látható sátrakban helyezik el az illetékesek azokat a migránsokat, akik magyar kanizsa község területére érkeznek. Még árkokat is ástak a sátrak köré, hogy az esővíz ne tudja őket elmosni. Egyes migránsok a sátorok előtt üldögéltek. A legtöbben a kilátástalanság és a háború miatt érkeztek Szerbiába. Hassan Omari a sajtó képviselője előtt elmondta, ő már egyszer megpróbált illegálisan átlépni a szerb-magyar zöld határon. A magyar határőrség elfogta és visszatoloncolták. Magyar kanizsa ígéretet kapott a tartománytól, hogy 14 millió dináros támogatást utalnak át a község számára. Pásztor István tartományi házelnök ezzel kapcsolatban leszögezte, nem szabad hagyni, hogy a tiszaparti település kizárólag önerőből küzdjön meg a problémáival. Kanizsa 3-3,5 millió dinárt választ ki havonta a költségvetéséből, ezt a pénzt valahonnan pótolni kell. Ilyen szempontból fontosak a donátorok, ilyen szempontból fontos a tartomány és az országos költségvetés. Nem lehet mindent eszközökkel, adományokból, eszközökkel megoldani, nagyon sok mindenre pénz kell. Szerbiának megvannak a kapacitásai arra, hogy minden az országba érkező átutazót ellásson. Erről már Alexander Vulin beszélt. Szerbia szociálpolitikai minisztere kiemelte, hogy még a tél beköszönte előtt ki kellene dolgozni egy átfogó európai menekültügyi stratégiát. Spremni smo za svaki broj koji dođe, spremni smo da svakog od njih obradimo, spremni smo svakog od njih obezbedimo zaštitu, obezbedimo i hleb i lek. Koji broj će biti, mi na to ne možemo da utičemo. Uostalom, Srbija nije ni započela sve ovo, pa Srbija to svakako neće moći ni da reši. Szerbia civilizált feltételeket teremtett az ideérkezőknek, nyilatkozta Alexander Csepurin. Oroszország belgrádi nagykövete a magyar kanizsai ideiglenes befogadóállomásra látogatva hozzáfűzte, csak is közös erővel lehet megoldást találni a menekültügyi problémára. Треба да ту пажню і ту помощь окажемо бързо і ефікасно. Не знаємо, що буде сутра, знаємо, що буде єсен, після зима, да? Але треба да радимо всі заєдно, да улегшимо судьбину тих людей. A magyar kanizsai vásártér területén elhelyezett sátortábor valamivel több mint 1000 menekült befogadására alkalmas. A helyszínre egészségügyi konténereket, mobil illemhelyeket és ételsütődéket is kihelyeztek, hogy emberi körülmények várják az odaérkezőket.